A Kaposvára haladást látta vendégül, a hazaiaknál Prukner László megadta a lehetőséget az Egertől vereséget szenvedő csapatnak a javításra, vagyis egyetlen helyen sem változtatott a múlt héten betiző 11-en. A cserék között is csak egy változás volt, Mustafa Diallo helyett Bőle Lukács ült a kispadon. A szerződés csütörtökön meghosszabbító Artner Tamás viszont sérülés miatt kénytelen volt négy helyen is megváltoztatni a Debrecent verő csapatát. Burány, Rajos, Nagy Gábor és Halmos helyett Fehér, Andorka, Németh Mário és Simon Ádám futott ki a gyepre, és megvan a vendégek első lehetősége a gólszerzésre. A 10. percben jártunk. Radó szerezhetett volna gólt, Hajduk azonban odaért. 29. perc, ember hátrányba került, tehát aránylag korán a Kaposvár Pedro hát lekéste a csatlakozást, ezért megkapja a második sárgát, úgyhogy mehetett zuhanyozni. 33. perc, Szafarics végzi el a szögletet, ott a Fejes, és ezzel a Fejes góllal vezet a Kaposvár. Hegedűs Dávid megy föl, és megszerzi az első gólját ebben a szezonban. Figyeli a labdaívét, és aztán jó ütemben bólint. Rózsa Dánielnek nem volt ellenszere. Megpróbálkozik az egyenlítéssel a haladás, és meg is van a lehetőség, és ezt ki is használják. 1-1. Az első félidő utolsó előtti momentumában egyenlít Andorka lévén a haladás. Ez már az 5. gólja. Azért mondom, hogy az utolsó előtti, mert jön egy utolsó, itt van, Olá érkezik, és nagyon szépen oda rajzolja a labdát a léc mellé. Ismét előny a hazaiaknál, akik ember hátrányban futballoznak a 29. perctől kezdve. Olá! Pavlovics elmegy, remekül gurítja vissza a labdát, jön Olá, és 16-ról beveri. Ez volt a 6. gólja. A második félidő első percében Radó, még mindig Radó, centiméterekkel megy el a labda a Leeds mellett. 59. perc, és egy 11-es. Demecseri Szilárd szabálytalankodik Szafariccsal szemben. Olá lövi majd a 11-est. Olá! Pontrugásból is betalál. Ez már a második gólja a találkozón, a 7. a 2012-2013-as szezonban. 3-1. Bő fél óra volt hátra ekkora mérkőzésből. 91. perc. Az utolsó pillanatokban történnek nagy dolgok ezen a mérkőzésen, és a nagy dolgok ugye a gólok. Radó ugrai a labda útja, ugrai perugja. A vége pedig 3-2, Balázs Benyámin adta itt el a labdát, ugrai pedig a második gólját jegyezte ebben a szezonban.